A Paksi Atomerőmese és a Magyar Kajakkenő Szövetség közösen rendezett évi két-három versenye közül a legnagyobb és egyben a legrangosabb is az országos vidékbajnokság. Ez a magyar vidék legnagyobb kajakos seregszemléje mindenképpen mamutmezőnyökkel az utánpótlás legkülönbözőbb korosztályaiban. 1300 versenyző vesz részt, közel 300 futam, ugye a három nap alatt, tehát reggel fél kilenctől egészen este hétig folyamatosan mennek az előfutamok, középfutamok, döntők. 500-on és 1000 méteren, vagyis rövid távokon zajlanak a versenyek, így gyorsan pörögnek az események a három nap során, szinte futószalagon zajlanak a különböző versenyszámok. A Mamut mezőn jelentős részét gyermek, serdülő és ifjúsági korú kajakosok, illetve kenusok alkotják. Szép számmal ott vannak a rajtnál a maratoni szakák képviselő is. Megyénk mind három klubja, az ASE, a Tolnai Kajakkenő ESE, a Szekszárdi Kajakkenő ESE most is népes kis küldöttséggel volt jelen, a nekik egy kicsit hazai pályának is számító Faddomboriban. Az ismeretlen tehetségek felfedezésének, berobbanásának szintere is ez a vidékbajnokság. Nyilvánvalóan itt vannak ebben a mezőnyben a jövő Európa világbajnokai, meg talán olimpiai bajnokai is. Ugye még nem tudjuk pontosan, hogy kik azok, de azért itt már lehet látni néhány esetben, főleg a nagyobb korosztályokban, serdülő ifjúságiban, hogy kik azok, akik elsősorban bontogatják a szárnyaikat. A parton olykor észrevétlenül figyelő különböző szakági edzők noteszébe több név is minden bizonnyal feljegyzésre került az idén is Faddomboriban.